don't own me. Don't say I can't go with other boys. Please, when I go out with you, don't put me under. Biztosan láttátok már ezt a videót, és pillanatnyilag szerintem ez az a videó, ami leginkább megosztja a női társadalmat, akár Magyarországon, akár külföldön, teljesen mindegy. Egész egyszerűen két táborra szakadnak a nők. Az egyik, aki azt mondja, hogy úristen, mennyire szexi ez a videó, és mennyire jól néz ki benne a csávó. A másik oldal pedig azt mondja, hogy magyarázzátok meg nekem, hogy vajon mi tesztek ebben a férfival, mi az, ami számotokra érdekes, mert hogy nem értik ezt a nagy távot. Természetesen muszáj volt megnéznem a képletét, ezt az úriembert egyébként Jeremy Allen White-nak hívják, és a most futó Mackó nevezetű sorozat, vagy The Bear című sorozatnak a főszereplője, azzal, nem ezzel lett híres, de ezzel futott be úgy igazán. Be kell, hogy valljam, nekem tetszik egyébként a kinézete. Maga a videó az nem, a reklám az nem az én stílusom, nem áll közel hozzám, viszont maga a férfi az szerintem egy határozottan sárgos férfi. És ezt csak úgy mellékzöngébe teszem ide egy ilyen megfigyelés, hogy általában a nagyon szép arcú, szép fiúk, azok csúnyán öregszenek meg, és az ilyen érdekesebb, karakteresebb arcúak, mint ő például, ők általában sokkal szebb férfiak lesznek öregkorúsak. De ezt csak így mellékesen jegyzem meg. Most nézzük meg a képletét, hogy mi az, ami miatt mégis, annak ellenére, hogy nem az a kifejezetten szép fiú, mert nem az, hogy lehet az, hogy a nők vonzónak találják. Egy infém kecske évben, egy jangfém tigris hónapban és egy jangföld lónapon született. Most kapásból három olyan állatjegy van a képletében, mind a három nagyon vonzó. Nagyon vonzó tud lenni más-más módon. A ló a napja, és a ló az, ami hát az adja ezt a karakánságot, ezt a karaktert, mert hogy a lovak azok vagy alapvetően nem azok a nagyon szép emberek. Tehát a lovakról nem az jön le, hogy úristen, de gyönyörűek, nem a szép fiúk, hanem sokkal inkább, és nem is a veszett szép nők, hanem sokkal inkább az jön le a lovakról, hogy rettentően vonzóak, valami miatt karizmatikusak, valami miatt nem tudsz elmenni mellettük, tehát inkább ilyenek a lovak. Akkor ez kiegészül ugye egy tigrissel, a tigris pedig egy jó kis szimmetrikus arccal rendelkezik, és egy jó kis drámai vénával, tehát itt már nagyon szépen alakul a személyisége is, meg akár a kinézete is. Ami érdekes ebben a dologban, hogy ott van a kecske. Ez azért érdekes, mert a kecske az általában klasszikusan a szép fiúknak és a szép nőknek a jegye. Tehát a kecskenők és a kecske férfiaknak mindig olyan nagyon szép vonásaik, finom vonásaik vannak, szép arcuk van. Tehát hogy abszolút nem jellemző rájuk, hogy azt mondod, hogy karakteres az arcuk, hanem sokkal inkább azt, hogy egész egyszerűen szép. És mégis neki ott van ez a kecske. De tehát valahol van, ott van ez a szépség az arcában, csak hogy a másik két jegy sokkal jobban eltakarja, és sokkal inkább a karizmát hozza ki belőle. Egyébként meg maga a képlet, az abszolút nagyon jó a színészetre, hiszen a tigrisnek ez a jó kis támai érzéke, a lónak a stílus érzék, és a kecskének a finomság és művészessége, az bizony tökéletessé teszi, hogy színész legyen, és ráadásul ott van benne a jangfém, ott van benne a jangföld, ott van benne a rettentő kitartás, úgyhogy szerintem nem most hallottunk róla. Hiszen a tigrisnek ez a jó kis támai érzéke, a lónak a stílus érzéke és a kecskének a finomság és művészessége, az bizony tökéletessé teszi, hogy színész legyen, és ráadásul ott van benne a jangfém, ott van benne a jangföld, ott van benne a rettentő kitartás, úgyhogy szerintem nem most hallottunk róla utoljára.